24. fejezet. A civilizáció előretolt állása. A fegyver dörrenésével egy időben Darnot azt látta, hogy az ajtó kivágódik, és egy férfi alak zuhan be rajta. Arccal előre elterült a kunyhó padlóján. Páni félelmében a francia felemelte a puskáját, hogy újra rálőjön a fekvő alakra. A nyitott ajtón beszőremlő félhomályban azonban hirtelen meglátta, hogy az illető fehér ember. A következő pillanatban rájött, hogy barátját és védelmezőjét, Tarzant, a dzsungel fiát lőtte le. Darnot rémült kiáltással a majomembernél termett. Letérdelt mellé, karjaiba vette a fejét, és hangosan a nevén szólította Tarzant. Választ nem kapott. Darnot a férfi mellére szorította a fülét. A szíve egyenletesen vert. Óvatosan a pricsre emelte Tarzant. Becsukta, és a ruddal biztosította az ajtót. Meggyújtotta az egyik lámpát, és szemügyre vette a sebet. A gólyó kaponyát érte, de szerencsére csak súrolta. Csúnyán felszakította a bőrt, de semmi jel nem mutalta arra, hogy betörte volna Tarzan fejét. Darnot megkönnyebbülten sóhajtott fel. Hozzáfogott a majomember arcáról lemosni a vért. A hideg víztől Tarzan hamarosan magához tért. Kinyitotta a szemét, aztán kérdően is meglepetten nézett Darnotra. Utóbbi éppen tépést készített és bekötözte a sebet. Amikor látta, hogy Tarzan visszanyerte az eszméletét, felemelkedett és az asztalhoz ment. Írt néhány sort, majd odaadta a majomembernek. A levélben azt magyarázta el, hogy rettenetes félreértés történt, és hogy mennyire hálás a sorsnak, amiért a sérülés nem igazán komoly. Tarzan elolvasta a levelet, felült a pricsen és elnevette magát. Semmiség az egész, mondta franciául, majd minthogy a szókincse szűkösnek bizonyult a folytatáshoz, írni kezdett. Ha látta volna, hogy bánt el velem Bolgani, meg Kercsak és Terkoz, mielőtt megöltem őket, csak nevetne ezen a kis karcolásom. Darnot odaadta Tarzannak a két levelet, amelyet a kunyhóban hagytak számára. Az elsőt a majomember szomorú arckifejezéssel olvasta végig, a másodikat csak ide-oda forgatta. Keresgélte, hogy hol nyílik, mint hogy soha életében nem látott még lepecsételt borítékot. Végül átnyújtott a Darnotnak. A francia egész idő alatt figyelte. Rájött, hogy Tarzan nem tud mit kezdeni a borítékkal. Igazán furcsa volt olyan felnőtt fehér férfit látnia, akinek megoldhatatlan rejtét jelentett egy ilyen hétköznapi dolog. Felbontotta a borítékot, és a levelet visszaadta Tarzannak. Egy tábori székre telepedve a majomember kiterítette maga előtt a teleért lapot, és olvasni kezdett. Tarzan a dzsungel fia számára. Mielőtt távoznék, Mr. Claytonhoz csatlakozva szeretném magam is köszönetemet kifejezni, amiért volt oly szíves megengedni nekünk, hogy a kunyhóját használjuk. Nagyon sajnáltuk, hogy sohasem keresett fel minket, és nem volt alkalmunk összebarátkozni. Igazán örültünk volna, ha láthatjuk, és személyesen mondhatunk köszönetet vendéglátónknak. Még valakinek szeretnék köszönetet mondani, de ő nem jött vissza hozzánk, pedig nem tudom elhinni, hogy meghalt volna. Nem tudom a nevét, arról a fehér óriásról van szó, aki a gyémántokkal kirakott medáliont viselte a mellén. Ha ismeri és tud beszélni a nyelvén, kérem adja át neki köszönetemet, és mondja meg, hogy 7 napon át vártam, hogy visszajöjjön. Mondja meg neki azt is, hogy Amerikában, Baltimore városában, ahol lakom, mindig szívesen látott vendége lesz a házunknak, ha kedve támad felkeresni. Találtam egy levelet a kunyhó közeléből lévő fa lehullott levelei között, amelyet ön írt. Nem tudom, hogyan szerethetett belém, hisz soha nem beszéltünk egymással, és nagyon sajnálom, ha valóban így van, mert én a szívemet már másnak adtam. Tudnia kell azonban, hogy örökké a barátja maradok. Jane Porter. Tarzan majd egy órán keresztül ült a helyén a padlóra szegezett szemmel. A két levélből nyilvánvalóvá vált számára, hogy írójuk nem tudták, ő és Tarzan, a dzsungelfia egy és ugyanaz a személy. Én a szívemet már másnak adtam.
Ezt a mondatot ismételgette újra meg újra magában. Tehát a lány nem szereti őt. Hogyan is volt hát képes szerelmet színlelni? Hagyni, hogy a reménység a fellegek közé ragadja őt csak azért, hogy azután a kétségbeesés mélységes szakadékába taszítsa. Lehet, hogy a csókjai csak baráti érzelmeit fejezték ki. De hát honnan tudhatta volna ezt ő, aki annyira nem tud semmit az emberek szokásairól? Hirtelen felállt. Ahogy tanulta, jó éjszakát kívánt Darnotnak, és levetette magát a páfrány levélágyra, amely addig Jane Porteré volt. Darnot elfújta a lámpát, és lefeküdt a pricsre. Egy hétig jobbára csak pihengettek. Darnot továbbra is francia órákat adott Tarzannak. Így kis idő elteltével a két férfi már egészen tűrhetően el tudott beszélgetni egymással. Egy este, miközben lefekvés előtt a kunyhóban üldögéltek, Tarzan odafordult Darnothoz. – Hol van Amerika? – kérdezte. Darnot északnyugat felé mutatott. – Sok ezer mérföldre az óceán túlsó felén – felelte. – Miért? – Oda fogok menni. Darnot a fejét rázta. – Az lehetetlen, barátom – mondta. Tarzan felállt. Az egyik szekrényhez ment, és egy sokat forgatott földrajzkönyvvel tért vissza. Kinyitotta az egyik világtérképnél, majd azt mondta. Én sohasem értettem itt mindent egészen. Kérem, mondja el, mi micsoda. Miután Darnot megtette, amire kérte, megmagyarázva neki, hogy a kék szín a föld vizeit jelzi, a más színű részek pedig a kontinenseket és a szigeteket jelölik. Tarzan megkérte, hogy mutassa meg nekik, hol vannak ők. Darnot rábökött a térképre. Most mutassa meg nekem Amerikát, mondta Tarzan. Amikor Darnot Észak-Amerikára helyezte az ujját, Tarzan mosolyogva tette rá a tenyerét a könyvlapjára, mutatva, hogy a hatalmas óceán, amely a két földrészt elválasztja egymástól, nem több egy arasznál. Látja, hogy nincs is olyan messze, mondta. Alig egy tenyér szélesség az egész. Darnot nevetett. Hát ezt most hogyan értesse meg a másikkal? Kezébe vette az egyik ceruzát, és egy apró kis pontot rajzolt vele Afrika partjánál. Ez a parányi jel, mondta, sokszorta nagyobb ezen a térképen, mint a kunyhó a földön. Érti most már, hogy milyen messze van Amerika? Tarzan hosszú ideig gondolkodott. Élnek Afrikában fehér emberek? Kérdezte. Igen. Merre felé legközelebb? Darnot egy partmenti helyre mutatott, tőlük északra. Ilyen közel? Kérdezte Tarzan meglepődve. Igen, mondta Darnot, de egyáltalán nincs közel. Vannak nekik nagy hajóik, amelyekkel át lehet kelni az óceánon? Igen. Holnap oda megyünk, jelentette ki Tarzan. Darnot újra mosolygott és a fejét rázta. Nagyon messze van az. Előbb halnánk meg, mint sem odaérjünk. Itt akar talán maradni örökre? Kérdezte Tarzan. Nem, mondta Darnot. Akkor holnap indulunk. Nem szeretnék már itt lenni. Inkább meghalok, de nem maradok itt tovább. Nos hát, barátom, vont vállat Darnot. Tudja az ördög, de én is inkább meghalnék, mintsem, hogy itt kelljen maradnom. Ha megy, megyek én is. Akkor ebbe megegyeztünk, mondta Tarzan. Én holnap indulok Amerikába. Hogyan akar eljutni Amerikába pénz nélkül? Kérdezte Darnot. Mi az a pénz? Tudakolta Tarzan. Hosszú időbe telt, mire a társa elmagyarázta. És hogyan juthatnak az emberek pénzhez? Kérdezte Tarzan. Megdolgoznak érte. Rendben van, én is dolgozni fogok. Nem, barátom, vetette ellen Darnot. Fölösleges aggódni a pénz miatt, és dolgoznia sem kell érte. Van nekem két, de akár 20 ember számára is elegendő pénzem. Sokkal több annál, amennyit egy ember használni tud. Mindent meg fog kapni, amire szüksége lesz, ha valaha is civilizált helyre érünk. Így aztán másnap elindultak a parton észak felé. Mindketten egy-egy puskát és hozzá lőszert vittek magukkal. Ezen kívül takarókat, némi élelmet és főzőedényeket. Utóbbiek Tarzan számára teljesen felesleges koloncnak tűntek, ezért elhajította őket. De hát meg kell tanulni a főtételt tenni, barátom, méltatlankodott Darnot. A civilizált emberek nem esznek nyers húst. Lesz még rá elég időm, ha civilizált helyre érünk, mondta Tarzan. Nem szeretem ezeket a kacatokat. Azokban csak elveszíti az ízét a finom hús. Egy hónapig haladtak észak felé.
Néha bőségesen találtak ennivalót, máskor meg napokig éhesen meneteltek. Benszülötteknek nyomát sem látták. Vadállatok sem háborgatták őket. Már-már csodaszámba menően könnyű volt az útjuk. Tarzan sokat kérdezősködött és gyorsan tanult. Darnót a kulturált viselkedés sokféle finomságára megtanította. Még a kés és villa használatára is. Tarzan azért néha türelmét veszítve félrelökte az evőeszközt. Erős barna kezébe kapta az ételt, és úgy tépte marcangolta a fogával, mint egy fenevad. Ilyenkor Darnót alaposan megmosta a fejét, mondván, ne egyen úgy, mint egy vadállat, Tarzan, miközben én megpróbálok úriembert faragni magából, mondd jő! Úriember nem viselkedik így, nézni is rettenetes! Tarzan bűnbánóan elvigyorodott. Újra kézbe vette a kést és a villát, de a szíve mélyén továbbra is gyűlölte mindkettőt. Az út folyamán említést tett Darnótnak a nagy ládáról. Arról, hogy látta, amikor a matrózok elásták, meg arról, hogy miként ásta ki ő azután, és vitte el a majmok gyülekező helyére, és rejtette el. Bizonyára Porter professzor kincses ládája lehetett az, mondta Darnót. Elég baj, hogy elvitte, de hát ön ezt persze nem tudhatta. Tarzannak akkor eszébe jutott a levél, amelyet Jane írt a barátnőjének, és amelyet még annak idején, amikor megérkeztek a kunyhóba, ellopott tőle. Most már tudta, mi van a ládában, és azt is, hogy mit jelent Jane-nek. Holnap visszamegyünk érte, jelentette be Darnótnak. Visszamegyünk, kiáltott fel Darnót. De hát, kedves barátom, már 3 hete úton vagyunk. Újabb 3 hétbe telne, mire visszaérnénk a kincsekhez. Aztán azzal a roppant teherrel, amelynek cipeléséhez, mint mondja, 4 matróz kellett, hónapokig eltartat, mire visszaérünk ugyanide. Akkor is muszáj megtennünk, barátom, erősködött Tarzan. Ön mehet tovább a civilizáció felé, én pedig visszamegyek a kincsért. Egyedül sokkal gyorsabban haladok. Jobb tervem van, Tarzan, kiáltotta Darnót. Menjünk el együtt a legközelebbi településig. Ott bérelünk egy vitorlást, visszahajózunk vele a part mentén a kincsért. Így sokkal könnyebben elszállíthatjuk. Biztonságosabb lesz így, és gyorsabb. És nem kell elvárnunk egymástól. Na, mit szól a tervemhez? Rendben van, mondta Tarzan. A kincs a helyén lesz, akármikor megyünk érte. Bár most is magamhoz vehetném, s aztán 1-2 holttölt alatt úgyis utolérném önt, megnyugtatóbb érzés a számomra, ha tudom, nem egyedül folytatja az utat. Látom, milyen tehetetlen tud lenni, Darnót. Gyakran nem is értem, miként menekült meg az emberi faj a kipusztulástól a sok-sok évszázad során, amelyről mesélt nekem. Hiszen Szabor egymagában akár 1000-et is képes volna kiírtani önök közül. Darnót nevetett. Lesz még jobb véleménye is a saját fajáról, Tarzan, ha majd látni fogja hadseregeinket, haditengerészetünket, nagyvárosainkat, gépcsodáinkat. Rá fog jönni akkor, hogy az ész, nem pedig az izomerő az, ami az emberi állatot hatalmasabbá teszi a dzsungel fenevadjainál. Magában és fegyvertelenül egy-egy ember nem veheti fel a versenyt egyetlen nagyobb vadállattal sem. De ha már 10 vannak együtt, biztos, hogy egyesítik szellemi és fizikai erejüket a vad ellenséggel szemben. Míg a fenevadaknak, lévén képtelenek a gondolkodásra, sohasem jut eszükbe, hogy együttesen küzdjenek az emberek ellen. Ha nem így volna, meddig lett volna képes kitartani Tarzan a dzsungelfia abban a barbár vadonban? Igaza van, Darnót, felelte Tarzan. Ha Ker csak Tublat segítségére sietett volna azon az éjszakán a Dumdum ünnepén, az a véget jelentette volna számomra. De Ker csak sohasem tudott annyira előre gondolkodni, hogy egy ilyen kedvező alkalmat megragadhatott volna. Még Kala, az anyám sem tudott soha előre tervezni. Ha megéhezett, egyszerűen azt ette, ami éppen volt, akármilyen kevés volt is. Hiába talált aztán több étkezésre elegendő ennivalót, sohasem gyűjtött előre. Emlékszem, milyen bolondnak tartott mindig, amikor külön vittem magammal élelmet az útra. Pedig aztán örömmel evett belőle ő is, ha menet közben éppen nem találtunk táplálékot. Szóval ön ismerte az anyját, Tarzan? Kérdezte Darnót meglepettem. Igen, szép nagy majom volt. Nagyobb, mint én, és 2-szer olyan nehéz. És az apját? Kérdezte Darnót. Őt nem ismertem. Kala azt mondta, hogy fehér majom volt, és szőrtelen, mint én magam. Tudom, hogy nyilván fehér ember volt. Darnót hosszan és komolyan nézett a társára. Tarzan, mondta végül. Kizárt dolog, hogy egy majom, Kala lett volna az anyja.
Ha valóban így lenne, amit erősen kétlek, akkor örökölnie kellett volna a majmok bizonyos tulajdonságait. De nem ez történt. Ön tisztán és egyértelműen ember. Sőt, én amondó vagyok, hogy nemes vérű és intelligens szülők sarja. Nincs tudomása valami olyasmiről, ami a kezünkbe adhatná múltjának a kulcsát? Semmiről az égvilágon, felelte Tarzan. Olyan írásról sem, amely a kunyhó eredeti lakójának életéről számolna be valamiként? Mindent elolvastam, ami a kunyhóba volt, egy könyv kivételével, amelyről most már tudom, hogy nem angolul, hanem valamilyen más nyelven íródott. Talán ön el tudja olvasni. Tarzan előhalászta tegezének aljáról a kis fekete naplót, és átnyújtott a társának. Darnot rápillantott a címoldalra. Ez John Claytonnak, Greystock lordjának, egy angol főnemesnek franciául írott naplója, mondta. Neki látott végigolvasni a naplót, amely több mint 20 évvel korábban íródott, és amely a kedves olvasó számára már ismert történet részleteit tartalmazza. John Clayton és a felesége, Alice kalandos, viszontagságos és szomorú történetét attól a naptól kezdve, hogy elindultak Angliából egész addig a percig, amikor Kerchak végzett a férfival. Darnot hangosan olvasta a bejegyzéseket. Időnként megcsuklott a hangja. Kénytelen volt megállni olvasás közben, olyan szívbe markoló kétségbeesés áradt a sorok közül. Olykor Tarzanra pillantott, de a majomember csak ült törökülésben mozdulatlanul, mint egy faragott bálvány. A szemét a földre szegezte. Amikor a kis csecsemőről tett említést, megváltozott a napló hangneme. Csak is ezek az alkalmak rázták fel íróját csüggedtségéből, amelybe a parton eltöltött első 2 hónap után fokozatosan belesüllyedt. Ezeken a részeken valami kis tétova boldogság érződött, de ettől csak még szomorúbbnak hatottak, mint a napló egyéb helyei. Az egyik bejegyzés már-már reménykeltő hangvételű volt. A kisfiunk ma 6 hónapos. Alice ölében ül itt az asztal mellett, amelyen írok. Boldog, egészséges, tökéletes kisgyermek. Valamiként minden józan megfontolás ellenére szinte már felnőtt férfiként látom magam előtt, amint anyja örökébe lép a világban. Második John Claytonként öregbíti tovább a Greystock család hírnevét. Íme, mintha kézjegyével akarná nyomatékot adni jóslatomnak. Pufók kezébe kaparintotta a tollamat, és tintátolmaszatos tenyerét rátéve a könyvlapjára, rajta hagyta ujjacskái lenyomatának pecsétjét. És a lap margójában valóban látható volt 4 apró ujjacskának és a hüvelykúj külső felének némiképp elkenődött lenyomata. Amikor Darnot a napló végére ért, a két férfi pár percig csendben ült a helyén. Nos, mit szól mindezekhez, Tarzan a dzsungelfia? Kérdezte Darnot. Nem gondolja, hogy ez a könyvecske tisztázza születésének rejtélyét? Emberöm, Greystock lordja! Tarzan megrázta a fejét. A könyv csak egy gyerekről tesz említést, felelte. És az ő kis csontváza ott feküdt a bölcsőben, amelyben ennivalóért sírva meghalt. Attól a pillanattól kezdve, hogy én először beléptem a kunyhóba, egész addig, míg Porter professzor és társasága el nem temette apjával és anyjával együtt a kunyhó mellett. Az volt az a csecsemő, amelyről a könyv beszélt. Az én származásom rejtélye titokzatosabb, mint valaha volt. Pedig az utóbbi időben magam is sokat gondolkodtam azon, nem lehet-e, hogy mégis ez a kunyhó volt születésem helye. Attól tartok, Kala igazat mondott, mondta végül szomorúan. Darnot a fejét csóválta. Tarzan egyáltalán nem győzte meg, és hirtelen eltökélte magát, hogy bebizonyítja elmélete helyességét. Úgy érezte, valóban rábukkant a titok egyetlen lehetséges nyitjára. Ha pedig mégsem, akkor a dolgot a végleg megfejthetetlen örök rejtélyek birodalmába utalhatja. Egy héttel később a két férfi egy tisztásra bukkant az erdőben. A távolban erős szölöpkerítéssel védett számos épületből álló falu látszott. Közöttük és a zárt település között megművelt földek terültek el, amelyeken jó néhány néger dolgozott. A két férfi megállt a dzsungel szélén. Tarzan mérgezett nyilat helyezett az íjára, de Darnot a karjára tette a kezét. – Mi csinál Tarzan? – kérdezte. – Ha meglátnak, meg akarnak majd ölni minket – felelte Tarzan. – Inkább én ölöm meg őket. – Hát, ha barátsággal lesznek hozzánk – kockáztatta meg Darnot. – Feketék
Tarzan csak ennyit válaszolt, azzal újra megfeszítette íját. Nem szabad, Tarzan! Kiáltotta Darnot. Civilizált ember nem öl ok nélkül, mondi ő, de sokat kell még tanulnia. Előre szánom azokat a gazfickókat, akikkel a sors majd összehozza, ha Párizsba érünk. Lesz dolgom bőven, ha meg akarom menteni a guillotintól. Tarzan leeresztette az íját, és elmosolyodott. Nem értem. Ha azokat a feketéket ott az én dzsungelemben meg kellett ölnöm, ezeket miért nem? Ha mondjuk Numa, az oroszlán támadna ránk, akkor talán azzal kellene fogadnom, hogy jó napot, Monsignor Numa, hogy van a neje ő nagysága, mi? Várja meg, míg a feketék ránk támadnak, felelte Darnot. Akkor megölheti őket. Ne abból induljon ki, hogy az emberek az ellenségei. Előbb bizonyosodjék meg róla. Jöjjön, mondta Tarzan. Mutassuk meg magunkat nekik, hogy megölhessenek. Azzal nyílegyenest elindult a földeken keresztül magasra tartott fejjel. Sima barna bőrén megcsillant a trópusi napfény. A nyomában ott lépkedett Darnot azokban a megviselt ruhadarabokban, amelyeket Clayton vetett le és hagyott a kunyhóba, amikor a francia cirkáló tisztjei szalonképesebb öltözékkel látták el. Az egyik fekete kisvártatva felnézett. Észrevette Tarzant, és hangos sikolgatás közepette a cölöpkerítés felé kezdett rohanni. A következő pillanatban a környék csendjét a menekülő kerti munkások rémült kiáltozása verte fel. Mielőtt azonban bármelyik is odaért volna a cölöpkerítéshez, egy fehér férfi bukkant elő odabentről puskával a kezében. A szeme elé táruló látványtól nyomban vállához kapta a puskát. Tarzan ismét csak megízlelhette volna, milyen az ólomgaluska, ha Darnot nem kiállt oda a lövésre készülő férfinak. – Ne lőjön! Jó barát érkezett! – Akkor álljanak meg! – hangzott a válasz. – Állj, Tarzan! – kiáltotta Darnot. – Azt hiszi, hogy ellenségek vagyunk. Tarzan lépésre váltott, és Darnottal együtt így közeledtek a kapunál álló fehér férfi felé. Utóbbi teljesen elképett, zavart arccal bámult rájuk. – Hát maguk miféle emberek? – kérdezte franciául. Fehér emberek, felelte Darnot. A dzsungelben kóboroltunk már nagyon régen. A férfi leengedte a puskáját, és széttált karral indult feléjük. Konstantin atya vagyok, az itteni francia misszió tagja, mondta. Örülök, hogy körünkben üdvözölhetem önöket. Ez itt Monsignor Tarzan, Konstantin atya, felelte Darnot a majom emberre mutatva. Majd amikor a pap kezet nyújtott Tarzannak, hozzátette, én pedig Paul Darnot vagyok a francia haditengerészettől. Konstantin atya megszorította Tarzan kezét, amelyet az a pap mozdulatát utánozva felé nyújtott. Közben gyors, éles pillantással felmérte a másik pompás testi felépítését és megnyerő arcát. Ezzel a készfogással Tarzan, a dzsungelfia megérkezett a civilizáció legelső előretolt állásába. Egy hétig maradtak itt, és az örökké figyelő majomember sok mindent megtanult az emberek szokásaiból. Közben a fekete asszonyok fehér vászonyöltönyt vartak neki, és Darnotnak, hogy megfelelő öltözékben folytathassák útjuk.